Néha elvesztem, mi ez az érzés, ami mindennél erősebb. Na gyere! Ha hangomat hallod én egyben, bármilyen messzire tévedsz el, kereslek téged még egyszer. Ha hangomat hallod ébredj fel, ez a pillanat átír mindent a szín alatt. Fénye lángot, jöhet bármi, lehet, hogy örökké így marad. Lehet, hogy most van az, hogy a legjobb. Lehet, hogy itt van, s éppen szalasztod. Nem is tudod, nem is tudod, nem is tudod, hogy nekünk a legjobb. A hangomat hallod, ébredj fel, bármilyen messzire tévedsz el, kereslek téged még egyszer. Ha a hangomat hallod, ébredj fel. Kit akarja ellángoló szemünk, ha már mindenem rég a tiéd, ha fészket raktál gondolataimba, a lelkünk megbékél. Lehet, hogy most van az, lehet, hogy most van az, hogy utunk tisztásra ér. Lehet, hogy most van az, hogy ez a világ egy jobb hely lesz a legvégén. Ha hangomat hallod, ébredj fel, messzire tévedsz el, kereslek téged még egyszer. Ha a hangomat hallod, ébredj fel, kereslek téged még egyszer. Bárhol lennél, bárhol is tévedsz el, kereslek téged még egyszer. Ha a hangomat hallod, hangomat hallod, ébredj fel. A színpadon a Nomád és a Remény hídjai, volt itt füst bőven, a tűz az pedig jött a srácokból. Gyertek egy kicsikét közelebb, bátran. Feró, hogy tetszett? Nehéz helyzetben vagyok, hiszen én úgy gondolom, hogy ezt a dalt, ezt ide írtátok a dalba. És eddig nem ilyenek vagytok. Van egy olyan érzésem, hogy ennél sokkal keményebbek vagytok, sokkal vadabbak. És most pedig azt mondom, hát írunk ide egy dalt, jó lesz ez, majd a Feró kicsit lecikézi, de amúgy jó lesz. Egy picit, nekem hiányzik belőle az, amilyenek az életben vagytok. Szerintem nem ilyenek vagytok, most bementetek egy ilyen popműsorba, aztán ez elég lesz nekünk. Mind a mellett örülök, hogy itt vagytok, és örülök, hogy rockzene szól a Duna TV-n. A Feró azt mondja, hogy picikét visszafogottak voltatok. Miki, lássuk! Nos, hát ez nem csoda. Egyrésztről ez a műfajnak, szerintem ennek a műfajnak kifejezetten nehéz egy ilyen mondjuk tévé stúdióban fellépnie. Egész egyszerűen ugye arról van szó, hogy van mondjuk az elmúlt tizen akárhány évben egy csomó ilyen tehetségkutató, ami tényleg az énekesekre ment rá, és azok az énekesek abban jók, hogy 3 percben kirakják őket a tévékkel, és akkor teljesítenek. Ti pedig nyilván az erősségetek az, hogy teljes koncerteket adtok, egy csomó közönségen, stb. Tehát hogy azt gondolom, hogy azért ez mindenféleképpen sokkal nehezebb dolog, és ennek ellenére mi nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Én ennyit mondanék csak, hogy nyilván, tehát azt hallottuk, hogy hamiskás az ének, ez itt valószínűleg ennek is betudható, amiket az előbb mondtam, és egy apró képzavar van itt az elején, ez a Remény hídjai partot érnek, ez nekem egy képzavar, ezen kívül egyébként viszont nagyon örülök, hogy itt voltatok. Lássuk akkor a pontokat, Misi. Igen, nekem a Strenke egy picit a muzsikáció rovására ment, énekügyileg, azt hallottam, én 7 pontot szeretnék adni. Hetesre indulom, Lilla. 7 pontot szeretnék adni. Lilla, 2-es. Feró. 6.
6-os. Miki, kérlek. 7 pont. Egy újabb 7-es. Srácok, 27 ponton indulunk. Van még azonban egy nagyon-nagyon fontos pontszám, ami most fog érkezni, az nem más, mint a nézői pontok átlaga. Ez egy 8-as. Ez egy kiemelkedő pont, összesen 35. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Még egy nagy tapsot a Nomádnak. Idén is van rock. Irány a Páholyba. Bugi hamarosan beszélget veletek is.